mert az Istennek beszéde élő és ható és élesebb minden kétélű fegyvernél. Nyisd meg a szíved és az elméd, és ragadd meg a prófétai szót. Mert azért jöttem, hogy megkeressem, és megtartsam, ami elveszett. Azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködő életük. Azért jöttem, hogy kimentsem őket a halálból az életre. Azért jöttem, hogy az elveszetteket megtaláljam. Azért jöttem, hogy örök életük legyen. Zsible panta kefronsz. És az az élet nem ér véget. Az örök élet nem ér véget. Reble glafrokószanna modus. És aki bennem van, azt mondja az Úr, az, ha meghal is, él. Reble klaisz emandevlós. Mert én vagyok a feltámadás és az élet. És aki hisz bennem, az, ha meghal is, él. Meg Krisztussal együtt megfeszítettetek, és éltek többé nem ti, hanem él bennetek a Krisztus. Mert Krisztus él benned. Mert Krisztus benned a dicsőség reménysége. Mondjad, Uram, köszönöm, hogy nem a magam életét élem, hanem te élsz én bennem. És én a te életedet fogom élni itt a földön. A Krisztusi életet, amit nekem terveztél. Ahogy te megfeszítettél, én vele együtt meglettem feszítve. Hogy többé nem magamnak éljek, hanem te éljél bennem. És én elfogadtalak téged, és elfogadlak téged az én megváltómnak, az én uramnak, az én királyomnak, az én gyógyítómnak. És a te életed él bennem. Én élek benned. És te pedig én bennem. Mert így döntöttem. Szent Szellem, vezess engem. Mutasd meg, és jelensd ki, ami a mennybe van, ami meg van írva rólam a mennyei könyvben. Ezt az életet akarom élni. Veled együtt. És benned. A te dicsőségedre. És tudd meg, sátán, hogy többé nem vagyok a hatalmad alatt. Az én testem az Isten temploma. És aki megrontja az Isten templomát, megrontja azt az Isten. Mert Isten temploma szent. Ez vagyok én. És a nagyobb él bennem. Nagyobb az, aki bennem van. Mint aki a világban van. Mert aki bennem van, legyőzte azt, aki a világban van. E világ istenét legyőzte. Diadalmenetbe meghurcolta. A szellemvilág előtt ki van jelentve, hogy Jézus Krisztus az Urak Ura, a királyok királya, Jézus Krisztus ül a trónon, a mennyei trónon, a mindenség ura. És én vele együtt meglettem feszítve, és föltámadtam, és ültettem mennyei helyekre, és vele együtt uralkodom a Jézus nevében. És így veszek hatalmat a szerencsétlenség fölött, a varázslás fölött, a hazugság fölött,
Minden téboly fölött, Jézus nevében. Nem vagyok szerencsétlen, hanem áldott vagyok. Minden áldással meg vagyok áldva Krisztusba. És ezzel a kegyelemmel, ezzel a hatalommal szolgálok neked, Uram. És szolgálom a te néped. Úgy, hogy te vettél egy kendőt, és körülkötötted magad, és megmostad a tanítványaid lábát. Így fogok élni. Szolgálni fogom a tieidet, a te népedet. A Jézus nevében. Használj engem. Itt vagyok, Uram, hogy használj engem. A Jézus nevében. És van az életemnek értelme és célja a Jézus nevében. Életre, halálra leteszem az életem. Amen. Hallotta az Úr, Katapantos. És hallotta ezt a szellemvilág is. Zivrepi kontrandella kontasz. Isztakanomosz. Azt mondja az Úr, mert kerestem, és keresek magamnak népet, halálra elszánt lelkű népet, akik leteszik az életüket én értem, és az evangéliumért. Zabraklaide is az én népemért. Rablakannos sanamoklosz. Azt mondja az Úr, mert hogy én szerettelek titeket, ti is úgy szeresétek egymást. Hogy szerette Jézus? Hogy szeretett bennünket? Az életét adta. Az életét. Nincs attól nagyobb szeretet, mint ha valaki életét adja az övéért. Még valaki meghalna a saját gyermekért, de egy bűnösért kihalna meg. Egy gyilkosért, egy prostituáltért. Szereti az Úr a prostituáltakat. Szereti az Úr a gyilkosokat is. Szereti az Úr a tolvajokat is. És azt akar, hogy mindenki megtérjen. Mindenki jöjjön. Azért adta az életét. És nekünk le kell tenni az életünket egymásért. Ez a helyzet. Nincs más utad. Néha nehéz. Néha úgy érzed, hogy alig bírod ki a másikat. Csak ne kerüljön a szemem elé. Megfojtanám egy pohár vízbe. Egyszer Billy Graham-től megkérdezték, Billy Graham feleségétől megkérdezték. Gondolt-e már válásra? Azt mondja, gyilkosságra igen. De válásra nem. Gondolkozott, hogy kitekerje a férjének a nyakát. De hogy elválik tőle, azon soha nem gondolkodott. Úgyhogy kedveseim, erre tanítom a fiaimat, a lányaimat, soha nem fognak válni. Ha egyszer ezek a szarvára tetted a kezedet, akkor ne keres elválást. Tudjátok, amikor megházasodik, én eldöntöttem, amikor megházasodtam. Volt egy rajzfilm, feleségemmel néztük, talán pont a Nász úton, vagy nem is tudom, egyszer vagy talán Egyiptomban gyerekekkel, nem tudom. Amikor feleségem jobban tudja. De az a lényeg, hogy ha bemegy a kalitkába a két madárka, a kulcsot vagy kidobja, vagy lenyeli. Azaz ki már nem lehet nyitni, ha be van zárva. Már nem lesz kulcs. Ott leszel bent, az Úrral együtt. És a társaddal együtt. Foglaljatok helyet. Halleluja. Az Úr jelenlétébe. Szeretném elmondani nektek, hogy nagyon szeretlek benneteket. Keresd fel gyülekezetünket! Címünk Miskolc Nagyvárnyi utca 6. Telefonszámunk 0670 600 5577. E-mail címünk online@újszövetség.hu.